A nevelő vidéki kisklubok számára érzelmileg nehezen elviselhető sorsát éli meg a napokban a Bonyhádi Atlétikai Klub szakosztálya. Amikor egy általuk nevelt országos korosztályú kiválóság kiröppen a klub kötelékéből, mert hogy eljött a pályaválasztás, jelen esetben a felsőfokú tanulmányok megkezdésének ideje. Böndör Dániel országos bajnok rúdugró, Valga Lüdin szintén korosztályos országos bajnok hosszú távfutó, sajnálatukra nem a közeli Pécset, hanem Budapesten folytatja tanulmányait. Sovány igaz, hogy az idén még kölcsönben szerepelnek a Testnevelési Egyetem Sportegyesületénél, illetve a Ferencvárosnál. Eredményeikkel ugyanis már nem az anyaegyesületnek hozzák a pontokat, egyébként az utóbbi évtized legeredményesebb évét tudhatja maga mögött a Bonyhádi AC. 11 versenyzőnk volt, aki kvalifikálta magát az országos versenyek dobogójára, vagy a döntőjébe, illetve ezek közül 5-en voltak, akik válogatottságot szereztek a korosztályos szinten, és egy versenyzőnk U23 válogatott volt, egy pedig a felnőtt válogatottban is szerepelhetett. Tehát ilyen szempontból tényleg az egyik legszebb évünket zárjuk. Való igaz, hogy innen többnyire tovább tanulnak a gyerekek, két nagyon komoly atlétánk, Varga Lőrinc és Böndör Dániel, habár kölcsönadási szerződéssel, de Budapesten az egyik a Ferencvárosban, a másik pedig a TFS-ében folytatja versenyzői pályafutását. A fiatalabb Böndör fivér Márton is választás előtt van ebben az évben, a vezetőedző reménykedik, hogy tanítványa civil pályája úgy alakul, sikerül a kiemelkedő hazai tehetségnek számító, az 5 méteres magasság átugrására készülő Böndör Marcit itthon tartani. Bonyhád egyébként azon kevés hazai atlétikai klubok egyike, ahol van stabil rúdugró szakosztály, és prioritást élvez az elkövetkezendő években is. Nagyon elgondolkodtató az a világjelenség, amivel most találkozunk, hogy ugye most az Armand Duplantis, aki világcsúcsot ugrott, ő 4 évesen kezdte ezt a sportágat, de az ő korosztályos világcsúcsát már megdöntötte egy szovjet versenyző, egy orosz versenyző, 15 évesen. Ő 5 évesen kezdte, tehát valószínűleg egy új modell kezd fölállni ebben a szakákban, az atlétika szakában, még picit az úszás és a torna világához közelít, hogy korán megismertethető és korán képezhetőek a gyerekek ezen a területen. Nem kell aggódni a már említett két meghatározó atléta távozása miatt, azért, hogy 2020-ban, persze ha egyáltalán megrendezik idehaza és külföldön a legjelentősebb versenyeket, eredményességében visszaesik a remek körülmények között dolgozó Bonyhád, és ezáltal elesne jelentősebb központi támogatásoktól. Látványosan nem fog visszaesni, valójában azért szerintem kevesebb éremmel számolhatunk, viszont amiben reménykedünk, hogy 3 versenyzőnk is lesz, aki nemzetközi versenyre kvalifikálja magát, ebből egy tulajdonképpen elméletileg már meg is történt. Tehát úgy gondolom, hogy bár nem biztos, hogy olyan nagy létszámban lesznek válogatott versenyzőink, viszont akik lesznek, ők viszont hát azt mondhatjuk, az európai élvonalhoz fognak tartozni. Nevesítsük is őket. Nagyon bízunk Balogh Péterbe 110 méter gátfutásba, a téli szezonban 60 méter gáton elért második helye és időeredménye nagyon komoly reményeket ad egy világbajnoki szereplésre. Súlylökésben Kling Gréka az ifjúsági Európa bajnoki szintet már elérte, neki tulajdonképpen ehhez egy picit hozzá kell tenni és tartani a szintet, hogy ott labdába rúgjon. Kling Réka jelen volt a Bonyhádi Klub elmúlt évértékelő, illetve évnyitó közgyűlésén is. A diszkoszvetésben jeleskedő súlylökőhölgy kellően motivált abban, hogy 2020-ban a Bonyhádi Atlétika kirakat embere lehessen. Az atléta hölgy a hazai ifjúsági ranglista előkelő 2. helyét foglalja el. 15 fölötti lökésem az még nem stabil, tehát először odáig kéne jutni, 15 méter fölött stabilan lökünk, és utána persze a fejlődés, azért egy 16 méter körüli eredmény az már jó lenne. A remélt fejlődés érdekében edzőjével a dobótechnika változtatásán gondolkodtak az elmúlt napokban. Az sem biztos, hogy tényleg váltunk-e, de forgás maga megvan, azt már elég sokszor gyakoroltuk, meg aztán a diszkosszal is ugye azt csinál, viszont a forgásból való kilökésen még csiszolni kell, az még nem. 2 vasat is tartasz a tűzbe, tehát a diszkosz is, jó az eredmények, ott lehet a kettőt jól kiegészíti egymást? Hát egyébként elég jól lehet csinálni mind a kettőt, főleg egyébként, hogyha forog az ember lökés közben is, igazából akkor csak a szertartása, a más is a súlyok. Hogy telt a tél? A kemény időszak volt, igazából nagyon sokat
szenvedtünk edzésen, de szerintem érdemes volt ennyit. A Bonyhád AC a rendelkezésre álló itthoni viszonylatban Párját Ritkó Fedett és Szabad Téri komplexumával nem csupán hírnevét öregbítő versenyző atlétákat szeretne kinevelni, hanem az egyes szakágok háttérországát is erősíteni, és amennyi versenyzővel csak lehet részt venni a különböző szakági atlétikai csapatversenyeken. Belülük lehetnek a jövő edzői, versenybírói, szakosztályvezetői, vagy csak egyszerűen a sporták szimpatizánsai, szurkolói. Ez az egyik legfontosabb küldetés, és azt is figyelembe kell venni, hogy a csapatsportágaknál a csapat játékszabályok szerint mindig meghatározott hány ember lehet a pályán. Itt atlétikában nincs ilyen, és itt így fordulhat az elő, hogy most a mi klingrékánk már a felnőtt magyar bajnokságon együtt indult a Márton Anita világbajnok, Fedett-Pás világbajnokkal, ami óriási motiváció ilyen gyerekeknek, hogy ők együtt versenyezhetnek azonos szabályok szerint, és ez igaz lefele is, hogy a mi kezdő, vagy nem annyira tehetséges gyerekeink együtt készülnek, együtt edzenek azokkal az atlétáinkkal, akik viszont nemzetközi szintre készülnek. Ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösségteremtő erő ez a sportág, mert gyakorlatilag korlátlan számban tudjuk fogadni a versenyzőket. Magyarul nem igazán van kispados versenyző, mindenkinek ott van a lehetősége, hogy megmutassa a saját maga egyéni legjobbját. Mit is lehet hozzátenni még ehhez? A koronavírus, ha ki is tart, egyetlen bonyhádi, illetve a horizontot tágítva Tolna megyei atlétát sem fog megakadályozni ebben.